Sziasztok, újra itt vagyok. Most nem motoros témával jöttem, hanem az oly rég elfeledett fogszabályzós vlogomat folytatnám. Most már néhány hónapja nem jelentkeztem ezzel kapcsolatban, de igazából nem nagyon volt mit mondani róla. Ment tovább a folyamat. Hordom éjszakánként a dentozófiai aktivátort, és szépen alakulnak a fogaim. Ami miatt most mégis jelentkezem, az az, hogy tegnap voltam épp Tamásnál, mert ismét letelt 2 hónap, és kellett mennem kontrollra. És minden szuper, a fogam nagyon jól alakul, így nézek ki. És a Tamás annyit mondott, hogy most már tényleg csak az esztétikai része van hátra. Még mindig ezzel a bal felső kettessel és a jó alsó hármassal küzdünk. Tehát a szemfogam van itt alul. Ami így nem nagyon akar még a helyére menni. Mondjuk az első gondolatom az az volt, hogy de hát az egész fogszabályzás az esztétikáról szól. Aztán rájöttem, hogy ez persze nem is így van, mert azt sokan elfelejtik, hogy a fogaknak a helyzete nagyon sok mindent befolyásol. Ugye egyrészt a rágás, azt mondhatom, hogy nekem most már teljesen tökéletesen illeszkednek a fogaim egymáshoz, tehát a hátsó rágó fogaim is úgy illeszkednek, ahogy annak kell. Illetve annak, hogy a fogaid egyenesen álljanak egy sorban, és ne több sorban egymásra lapolva, az is a jelentősége, hogy például itt ennél a fogamnál, itt, ez a szemfog, ez teljesen rá volt nőve a másik fogra, tehát eltakarta a másikat. Most, ahogy kezd kibukkanni mögül-e a másik fogam, most észrevettem, hogy valószínűleg ott elkezdett szuvasodni, ahol nem tudtam rendesen tisztítani. Úgyhogy nem sokára aktuális lesz egy fogorvos látogatás is, hogy ezeket a rejtett hibákat felfedezzük. És azt is mondják egyébként, hogy a fogak helyzete befolyásolja a gerincnek az állapotát is, illetve a vázizomzat szerkezetét, sőt egyes elméletek bizonyos betegségekkel is összefüggésbe hozzák azt, hogyha valakinek a fogai nem úgy állnak, ahogy kellene. De mindjárt mondom tovább, addig is, hogyha bármi kérdésed van, akkor írd meg itt alul, és iratkozz fel a csatornára. Szóval, aki lemaradt volna ennek a sorozatnak az elejéről, arról van szó, hogy tavaly májusban elkezdtem egy felnőttkori fogszabályzó módszert alkalmazni, illetve hát a módszer az nem felnőtteknek való, csak én vagyok felnőtt. És most 1 év elteltével lassan a végére érek ennek a folyamatnak. Ezt a módszert dentozófiának nevezik, én előtte soha nem hallottam róla, előtte 2 nappal a Facebookon olvastam egy hozzászólásban. És azonnal úgy éreztem, hogy nekem ezt meg kell ismernem. És nem bántam meg. Most éppen a kisfiamat próbálom rábeszélni, de egyik nap akarja, másik nap nem, és ez az a módszer, amit, hogyha valaki nem akar teljes szívéből, és nem tudja vállalni azt a velejáró terhet, hogy minden éjszaka be kell venned a szádba ezt a boxolóknak a fogvédőjéhez hasonló sínt, akkor fölösleges is elkezdeni. A folyamatról egyébként csináltam az elejétől fogva videókat, azt ide fel is teszem, hogy megnézhesd, de azért ugye összefoglaltam, hogy nagyjából miről van szó, hogy ne kelljen végignézned az összes videót. Most, ami miatt úgy gondoltam, hogy bejelentkezem ennyi idő után, annak ellenére, hogy azt terveztem, hogy majd csak a legvégén most már, mert igazából most már olyan nagyon látványos változások nem történnek, tényleg csak ezt a 2 fogamat igazgatjuk, hogy beálljanak a sorba. Az történt, hogy tegnap voltam ugye a kontrollon, a
Tamásnál, megnézte a fogamat, megint elájult, hogy úristen, de jó, megint mennyit haladtunk, és mellékesen megjegyezte, hogy úgy döntött, hogy abba hagyja ezt a dentozópiával való foglalkozást. És én nekem így leesett az állam, mert azt mondta, hogy rá kellett jönnie miattam, hogy az emberek többsége nem alkalmas arra, hogy ennyire fegyelmezetten hordja ezt az eszközt, és ő neki pedig arra nincsen kapacitása, hogy a pácienseit nyaggassa azzal, hogy jöjjenek el kontrollra, illetve nem tudja ellenőrizni, hogy otthon hordják-e az eszközt, és így aztán nem annyira eredményesek a kezelések. Eltekintve tőlem, mert ugye én nekem egy év alatt szinte teljesen megváltozott a fogsorom. És akkor itt visszakanyarodnék oda, amit talán az első videóban is említettem, hogy nem nagyon látom át, hogy ebben a dologban hol van a pénzkereseti lehetőség. Azért is esett egyébként a választásom Tamásra, mert úgy éreztem, hogy nem az a pénzéhes fogorvos vagy fogszabályzós orvos, akikkel korábban találkoztam, és akiktől árajánlatot kértem. És hogy a 180 ezer forint, amit a készülékért kifizettem, az nekem teljesen reális ezzel a dologgal kapcsolatban. Viszont azt, hogy a két havontai kontrollokért sem kell külön fizetnem, azt már szinte én érzem kínosnak. Egy-egy ilyen alkalommal körülbelül egy órát ott vagyok, amikor újra beszkenneli a fogsoromat, és kielemzi, hogy haladtunk az előző két hónapban, és tényleg mindig az az érzésem, hogy azért csak rabolom az idejét. Tegnap például a két gyerekemet is vittem, és másfél órát voltunk ott, és hát a két gyerek az eléggé unatkozott, ameddig Tamás engem vizsgált, úgyhogy bőven kérhetett volna érte pénzt is akár. Most egy kicsit lelkiismeret furdalásom van, hogy egy elhivatott dentozópusnak megingattam a hitét a hivatásában, de hát közben szerencsére azért nem olyan végzetes a baj, mivel Tamás egy fogtechnikai laboratóriumot vezet, és végül is emellett a laboratóriumi munka mellett ez csak egy ilyen kiegészítés, illetve hát mondhatni, hogy hobbi, vagy hát hivatás, elhivatottság az, hogy a dentozópiával kezdett foglalkozni, és ezzel ugye önmagát is gyógyította. És akkor elkezdtem ezen gondolkodni. Mindig abból van a baj, ha gondolkozom, mert akkor rögtön csinálok egy videót. Elkezdtem ezen gondolkodni, hogy mégiscsak akkor ezek szerint a 2 millió forintos felragasztós fogszabályzó sokkal hatékonyabb, hiszen az akkor is működik, hogyha az ember nem megy el kontrollra. Sőt, hogyha azt szeretné, hogy záros határidőn belül leszedjék neki azt a kényelmetlen fém, vagy műanyag, vagy bármilyen szerkezetet a szájáról, akkor kénytelen elmenni kontrollra, hogy ott mindig utána állítsanak, és mindig javuljon a helyzet, illetve mozogjanak a fogai, ahogy kell. És egyrészt ez ugye nem tőle függ, hanem csinálja helyette a készülék. És ha kifizeti a pénzt, elmegy a kontrollokra, én szerintem ott a kontrollokon is biztos, hogy mindig kérnek pénzt. Valószínűleg a 2 millió forintba bele van számolva az is, hogy a kontrollokkal együtt kerül ennyibe, tehát nem önmagában a készülék. És akkor szépen eljár, rendszeresen hordja, mert fel van ragasztva, nincs más választása, és akkor így két éven belül, vagy három, vagy ki tudja mennyi időn belül, egyszer csak szépek lesznek a fogai. És akkor ezt összefüggésbe hoztam magamban például a fogyókúrás módszerekkel is, hogy mennyi ember van, aki inkább megveszi a fogyókúrás tablettát, és bármilyen szert, vagy teát, vagy több ezer forintba kerülő mindenféle lötyöt meg lehet vetetni emberekkel azért, hogy ne kelljen sportolnia, és ne kelljen diétáznia, holott mindenki tudja, hogy fogyni attól lehet, hogyha kevesebbet eszel, mint amennyi kalóriát elégetsz, vagy hogy is van. Tehát az emberek hajlandóak fizetni azért, hogy nekik ne kelljen csinálni semmit. És kész.
ebben van az üzlet. Tehát abban nincsen üzlet, hogyha valaki önmagától megcsinálja a dolgokat, és megcsinálja, amit kell. Hogyha valaki hajlandó keveset enni és sportolni, akkor az le fog fogyni. Hogyha valaki hordja a deontozófiai aktivátort, akkor annak egy év alatt ennyit változik a foga. Mindjárt ide is teszem a tavaly ilyenkori képeket, amiket az első hordás előtt feltettem. És igen, minden nap hordani kell. Én nekem összesen egyetlen egy éjszaka volt, amikor annyira fáradt voltam, hogy elfelejtettem berakni az aktivátort a számba, és valamikor hajnalban felébredtem rá, hogy valami nem stimmel, valami nem jó, és így belém hasított, hogy úristen, nem raktam be, hol van a fogszabályzóm, és rendesen megijedtem, és lelkiismeret furdalásom volt attól, hogy nem raktam be, és azonnal be is raktam, és soha többet nem fordult ilyen elő. Tehát, hogyha indulunk valahova, ott alvós nyaralás, vagy üdülés, vagy bármi, akkor az első dolog, hogy az aktivátort berakom a táskámba, hogy nehogy ott hagyjam. És most éppen az a problémám, hogy azt érzem, hogy lassan itt a vége. Tehát lassan készen vannak a fogaim, és mi lesz akkor? Mert megszoktam, és szeretek benne aludni. Talán az első videóban szintén említettem azt is, hogy én rendszeresen éreztem azt korábban, hogy amikor reggel felébredek, attól, hogy egy oldalt fekszem az arcomon, minthogyha így a fogsorom befele nyomódna, és reggel ilyen kényelmetlen volt a fogaimat összezárni. És én nem akarom ezt az érzést, és azt gondolom, hogy én továbbra is hordani fogom ezt az aktivátort, akkor is, hogyha már nem lesz szükséges, illetve egyszer-egyszer egészen biztos, hogy be fogom venni, bár mondjuk megint annyira szét van már rágva, ugye, eltelt a második fél év is, és ilyenkor kellene cserélni, de most már erre a pici időre szerintem nem fogom lecserélni. Úgyhogy igazából ennyit akartam erről mondani. Tök jól haladunk, nem sokára vége, és nagyon sajnálnám, hogyha a Tamás nem foglalkozna ezzel tovább, mert én nagyon sok mindenkinek ajánlottam, és a nagyon sok mindenkiből egyébként szerintem talán senki nem ment el hozzá. Én továbbadtam az információt, tudnak róla, és tudják, hogy mit kellene tenni ahhoz, hogy nekik jó legyen. Hogyha valakinek az a kényelmes, hogy csak panaszkodik és nem tesz semmit, azt is meg tudom érteni, vagyis hát nem. Akkor ne panaszkodjon nekem, hogy mi baja van. Úgyhogy hajrá! Ha tudjátok, hogy mit kell tenni, akkor tegyétek azt. És akkor sokkal olcsóbban megúsztok mindent. Nem is tudom, hogy mi a tanulság ebből a videóból most. Csak ezt mindenképpen akartam mondani. A lényeg az, hogy nem tudom, hogy a fogszabályzóval kapcsolatban lesz-e még videó, lehet, hogy majd a legvégén, ha befejeződik, akkor még valami összefoglalást vagy konklúziót mondok róla. Addig is iratkozzatok fel a csatornára, nézzétek meg a többi videót is, és kövessetek a Csajok a motoron oldalon, a Facebookon, az Instagramon, a Twitteren, és szép nyarat mindenkinek! Sziasztok!